Igazából azt mondhatjuk ma 2015-ben, jobb magyarnak kell lennünk. Ez a felelősségünk, amire Richter Gedeon sorsa életműve és természetesen tragikus halála egyaránt emlékeztet bennünket. Szemernyi engedményt sem tehetünk azok utódjainak, akik 70 éve a Dunapartra hurcolták a honfitársainkat, és akik ma beleköpnek a meggyilkoltak után maradt örökre elárvult cipőkbe. Nem maradhatunk se némák, és nem maradhatunk tétlenek. Azután, azután, ami 44 telén a Pesti Dunaparton Auschwitzban történt, magyar nyelven nincs többé ártalmatlan zsidózás, ártalmatlan cigányozás, nincs többé ártalmatlan kirekesztés. Richter Gedeon sok mindenre kínált, és sok mindenre kínált gyógyírt nekünk. Azt hiszem azonban az ordas eszmék ellen, a kirekesztés ellen nem létezik tabletta. Az ilyen kórokozók ellen csak egy dolgot lehet tenni, meg kell erősítenünk, ma 2015-ben, mai magyaroknak meg kell erősítenünk a közös immunrendszerünket.